Bhakti Bhakti Paddas élőadásában, melynek során a ti kérdéseitekre fog válaszolni. Nagyon sok kérdésünk érkezett, amiért hálásak vagyunk, de sajnos az időnk véges, így válogatnom kellett közülük. Kezdhetjük is az első kérdéssel, ami így szól. Mostanában sokszor elkap az az érzés, hogy valami nincsen rendben az életemben, de nem tudnám megnevezni, hogy mi az, csak egyszerűen nem érzem jól magam a bőrömben. Hogyan tudom magam rávezetni, hogy rájöjjek, hol, melyik területen nem stimmel valami? Üdvözlöm mindenkit, kedves barátaim! És akkor az első kérdésre válaszolok, hogy mivel mi próbáljunk életet élni csak egy szférába, akkor, és egy szférába vizsgáljunk a dolgokat, ahogy pont ebből kérdésből lehet látni, akkor mi nem fogunk tudni megoldani teljesen az életét, mert az embernek az élete történik ugye megint a testileg, akkor a testi szinten, érzelmi szinten, mondjuk a finom szinten, ez az elme, intellektuális szinten és lelki szinten. És ezért ember igyekszik minden területen vizsgálni magát. Elégedetlenség az mutatja általában a lelki dolgokat, lelki szintet, mert hogyha valakinek hiánya van a lelki fejlődésébe, vagy nincsen egy hiteles út, gyakorlat, akkor ez az elégedetlenség fog jönni. Mert egy szempontból, ugye, hogy bár van sok megoldás, akkor a testre, akkor legyen mennyi fitnessbe, akkor érzelmileg, vannak sok ilyen kapcsolatépítő tréningek, akkor intellektuális dolgok vannak, de ezek sose lesz, fognak adni ezt az érzést, hogy jól érezzem magamat a bőrömbe. Mert ember eléri mondjuk sok pénzt, mondjuk anyagilag, testileg, vagy nagyon szép, egészséges lesz, lehet, hogy nagyon okos lesz, mint is világintelligens ember lesz, és lehet, hogy nagyon jó a kapcsolatok, őt szereti mindenkit, mindenki őt szereti, még mindig nem fog érezni jó magát a bőrébe, mert a lelki pótlás, vagy lelki hiány nem pótolható ezeket a területeket. Ezért ezt kell nézni. Mert a Srimad Bhagavatam írja, hogy habár nekünk vannak ezek az igények, ezek természetesek, amit felsoroltam, a testi, érzelmi, intellektuális, de a Bhagavatam azt mondja, hogy a lelki annyira tökéletes, hogy ha valaki lelkileg teljesíti dolgokat, akkor olyan tapasztalat és érzés, hogy minden szinten elégedett és harmóniában leszek. Szóval ezt tudok tanácsolni erre a kérdésre, hogy nyitni kell, vagy indulni kell a lelki úton. Akkor minden más harmóniába fog történni. Köszönjük szépen, akkor haladunk tovább. Mit gondolsz, minden körülöttünk lévő dologra van befolyásunk, és mindenért felelősséget vállalhatunk egyenként, vagy el kell fogadni, hogy vannak tőlünk függetlenül működő mechanizmusok is a világban, amikkel jobb nem foglalkozni? Ilyen jó kérdés, hogy van-e független tőlünk mechanizmusok? Hát mi az, ami függ tőlünk? Kitől most függ az időjárás? Ebben a világban minden független tőlünk. Mi mindenen függünk. Mi függünk, akkor most, hogyha hideg van, megfázunk, hogyha nem termel terméket a föld, megéhezünk, vagy éhen halunk, hogy bármi történik itt a földön, mi nem tudjunk létezni. Nem, hogy van-e valami függetlenül tőlünk, mert mintha minden más mi irányítjunk, mi vagyunk az Isten, és hát, na ezt a területet valahogy nem tudtam irányítani, és na ez függetlenül tőlem.
Nem, minden erő, minden tőlem függ, én mindennel függök. És minden erő is függ valahonnan, nem kaotikusan, minden függetlenül itt működik. Senki és semmi nincs független. De van Isten, és ő kontrollálja mindent, és minden az ő energiája. Ez a föld, bolygó, a napsütés, ugye? Krishna Surya száma, ugye Isten olyan, mint a nap, vagy Prabhasmi Sási Szúrjaja, vagy én vagyok a napnak és holdnak a fénye. Szóval itt minden, még a hold és a nap Istennel függ, de ők fel vannak hatalmazva arra, hogy ők tőlünk függetlenek legyenek. De mi a naptól és a holdtól nem vagyunk függetlenek. Hogyha mi megnézünk a testnek a működését, az emisztés, az a napon függ. Azért mi tradicionálisan is napközben legnagyobb lakomát ehetünk, de nem éjfélkor. Ez nem egészséges. Miért? Mert naptól függünk. A kertészet a holdtól függ, megvan, hogy mikor kell vetni, aratni, vagy metszeni, ez a holdnak a fázisai. A nőknek a testje függ a holdon, holdenergián, az érzelmek függnek, ugye, mert a hold fel van hatalmazva, ő függetlenül tőlünk, de óceán függ a holdon. Amikor van dagály, apály, akkor a hold irányítja. De az óceán nem irányítja a holdot. Semmi hatása nincs. Ugyanúgy sok víz folyadék van a testünkben, és ezt is irányítja a hold. Szóval mindentől függünk mi. Rajtunk függ mondjuk a gyerekeink. Na igen, hogyha adjunk enni, életben marad. Nem adjunk enni gyereknek, nem neveljünk szépen, azon rajtunk múlni fog, hogy mi fog történni ezzel a gyerekkel. Vagy, hogyha mi vezetők vagyunk, akkor beosztottjaink függnek rajtunk. Igen. Vagy mi vagyunk országvezetők, akkor mindenki, aki országba, állatokkal beleértve, mindenki függ rajtunk. Így igen. De természetben mi függünk. És a természet válaszol a mi életünkre. Hogyha mi nem megfelelőre használjunk a természetet, kizsákmányoljunk, elpusztítjunk szemetekkel és a többiekkel, akkor természet jelez nekünk vissza, hogy én neked adok mindent, gyümölcsöket, adok napsütést, adok esőt, hogy tudjál boldog lenni és kapjál alapanyagokat, de hogyha te ezt nem értékeled, és te azt gondolod, hogy rajtad függ minden, akkor most meglátod, hogy nem így van, és ezek megváltozik a természet. A cunámink ez nem káoszba, mert két front levegőt jött, meg valami földrengés történt, és akkor jött a cunámi, vagy a tornádó. Ez nem, ez a reakció. A természet reagál, és pusztító. Ugye jön egy cunámi, akkor egy egész országot el tud tüntetni, szóval mi függünk. És ezek az erők, az mind Istennek a képviselők, és amikor mi nem éljünk harmóniába természettel, ugyanúgy, ahogy gondoskodik ő rólunk, Isten akarata, mert Isten ezt akarja, hogy legyen nekünk finom ennivaló, szép az időjárás legyen, de mi ezt nem látjunk összefüggésbe, nem látjunk kapcsolatot, akkor ők minket tanítanak. Erre. Ezért mi nagyon is függőségben vagyunk. És az a személy, aki megérti, hogy én függök itt mindennel, elsősorban az Istenen függök, ez a személy biztonságba fog helyezni magát. És nem lesz vele semmi baj. Így válaszoltam. Köszönjük. A következő kérdésünk kicsit személyesebb jellegű, névtelenül érkezett. Tudom magamról, hogy túlterhelem magam munkával és a stresszel, mégis azt érzem, nem hagyhatom abba, nem eshetek ki a mókuskerékből. Mit javasolsz, hogyan tudnám magamban tudatosítani, hogy tartsak pihenőt?
Hát a mókus is előbb-utóbb meghal a kerék belül, futás közben, vagy egyszer csak nem fog tudni futni már többet a mókus. Szóval ez, az egyensúly, először meg kell érteni, miért élünk. Mert nekem miért kell mókus kerékbe szaladni, mi az értelme? Arra, hogy csak úgy meghalok, akkor mi az értelme volt futni? Akkor a futni a mókus kerékbe, vagy végtelenül feküdni az ágyba, egy is ugyanaz. Egyiknek sincs értelme, másoknak sincs értelme. Mert így is meghalunk, meg úgy is meghalunk. Ezért ahhoz, hogy találjunk választ erre a kérdésre, ami nagyon fontos kérdés, itt az egész válasz az, hogy előbb értsük meg, mi az ember életnek az értelme. Miért élünk? És akkor utána meg fogunk érteni, mit kell csinálnom. A Vedanta Sutra egyik szentírás válaszol, Atato Brahma Jigyasu. Ember életének az értelme, mi először mondja, hogy olyan ritka, hogy ember testbe születesz, és most végre születél ember testedben, akkor most kérdezz, ki Isten, ki vagy te, miért szenvedsz, honnan jöttél, hova mész, ezek a lelki kérdések. És az életet, a mókus kereket úgy kell építeni, hogy az első, ez a személyiségfejlesztés, hogy én lelkileg fejlődjek, és a munka, státusz, fenntartás és a többi feladat, az addig jó, ameddig nem árnyékolnak be a fő dolgomat. Hogyha szenved, hogyha én elfelejtek, hogy nekem önmegvalósítás a feladatom, akkor ez nagyon veszélyes, ez a mókus kerék. Szóval ezért az egyensúly az életemben, a feladat, a munka, a család, az egészség és a többi között, az egyensúly az, hogy a gerinc mindennek ez a lelki, ez a kapaszkodó, ez a kocsiba, hogy mondják, milyen irány? Kapaszkodós? Nem. Terv. Amikor tervezi a vonalat a kocsi, amikor GPS-be írsz, és akkor megtervezi. Útvonaltervező. Útvonaltervező, ez az. Szóval a lelki útom, ez az útvonal. Ehhez kell tartani. Jobbra menj, 300 méter balra, ez a lelki út. És körülötte építem minden mást. Hogyha kevesebb kell, szóval nem szabad, hogy leárnyékoljon, befedjen a lelki útvonalamat a mókus kerék. Mert akkor veszélybe kerülök, mert utána mókus leszek következő életbe, és egy állatkertbe, hogyha már legyen minden szónak a szó szerint dolga, akkor következő eleve ki aranyos mókus leszek, az állatkertben, mókus kerekben fogok pörögni. Jó? Oké. Okay. Hasonló kérdés is érkezett. Nagyon sokat aggodalmaskodok olyan dolgokon is, amiken nem kéne. Hogyan tudnám a problémák felmerülésének pillanatában felmérni, hogy ennek valóban kicsi jelentősége van az életemre nézve, vagy az, hogy nincsen ráhatásom, ezért nem éri meg rajta rágódni. Gondolok itt például az egyetemi vizsgákra. Itt megint, hogy mi az, ami engem boldogga tesz, és nem akarok mondani valakinek, ellentétben, mert valakinek mondjuk a szülei nagyon ragaszkodnak, hogy jár el egyetemre, szóval nem akarok mondani, akkor nem ennyi. De kérdés az, hogy mondjuk Magyarországon, most nem tudom statisztikát, jó lett volna megnéznünk, hogy hány egyetemista, ami pénzügyre tanul. Fogjunk rá mondjuk, egy millió nincsen, de mondjuk 10 000 vagy 50 000. Kérdés az, hogy van-e szükség a Magyarországnak ennyi pénzügyesre? Ez az egyik. Vagy mindenki mérnökre tanul. Hogy kell-e országnak, el tud-e látni
mert országnak is vannak korlátjai. Szóval itt minden egyetem megy, a szallagba tanítja, és mindenki megy, de garancia az, hogy lehet, hogy 90%-nak, aki már garancia nem lesz munkahelye el szakma szerint, akkor minek az egyetem? Ez egy oldal, most néztünk, csak egy logikai gondolkodás. A védikus szempontból is megnézhetünk, a védikus szempontból arról beszél, hogy csaturvárnyám, mája srisztám, hogy van ember természete. Négyféle természete van. És hogyha mondjuk nekem a természetem művész, és én megyek egyetemre, mondjuk matematikra, vagy fizikailag, az nekem csak egy nyűg lesz, mert nem ez a természetem. Szóval azt is meg kell tudni, hogy mi a természetem, és a természethez kell keresni az oktatást, a munkát, mert akkor elégedett leszek, és hogyha ember nem természete szerint le van foglalva, akár tanulása, akár munkába, akkor az neki annyira nehéz, hogy felemészti az összes energiát. És mondjuk az önismerete, a önmegvalósítása nem marad kapacitás. Lehet, hogy idő lesz, de energia nem lesz ezzel foglalkozni. Akkor inkább akkor tévé, film sorozatokba fog nézni, mert nincs kapacitás komoly dolgokra, akkor csak pazarolni kell az időt, vagy számítógép játékok. De az a személy, aki a természete szerint le lesz foglalva, akkor felszabadul a kapacitás lelkileg fejlődni, és járni az önmegvalósítását, önismereti útját. Szóval így, ez így működik. Ez a válasz, hogy mennyire kell erőltetni az egyetemet. Hát, hogyha már valakinek marad egy utolsó év, akkor legyünk túl rajta, ne hagyjunk abba, de inkább ezt az elvet nézzük meg. Most nem kell, amit most válaszoltam, mindenki lépjen azonnal, ott hagyja az egyetemet. Sose lépjünk rögtön, még hogyha kapunk egy választ, vagy új tippet, hogy gondoljunk át, mérjünk fel. Tanuljunk és értsük meg az elveket, és akkor rendben lesz. De mikor már benne vagyunk egyetemben, nem kell stresszelni, de ez nem jelenti, hogy nem kell készülni. Mert van, hogy kettőféle ember van, aki bestresszel és úgy készül, és utána, amikor jön a vizsgára, akkor a stressztől nem tud válaszolni, és akkor nem megy át. A másik féle végleg, amikor ember mondja, hogy hát minden történni, ami történnie kell, minden fog történni, és minden ember lesz, és akkor nem készül, és mikor jön, nem ment át, akkor hát ez innen, így kellett történni. Így kellett történni, mert nem készültem fel. De hogyha felkészültem, akkor lehet, hogy máshogyan fog történni. Szóval nekünk kell erőfeszítést tenni. Hogyha én minden megtettem, akkor miért kell stresszelni, akkor nyugalomban mehetek vizsgázni. Szóval kell készülni, de meg kell érteni, hogy ez az én utam-e. Ez is egy fontos. De ez nem akkor, amikor már egyetemen vagyok, gondoljak meg, hanem mielőtt megyek egy egyetemre, akkor gondoljak meg, az én utam-e. Mert amikor már rajta vagyok, akkor lehet, hogy fejezek már be, mert be kell fejezném, legyen sikerélményem. Akkor a következő kérdést olvasom. A városban járva sokszor szembesülök hajléktalanokkal és koldusokkal, akik iránt egyszerre érzek undort és szánalmat. Egy szerzetes hogyan viszonyul ezekhez a dolgokhoz? Hogyan kellene nekünk, hétköznapi embereknek viszonyulnia hozzájuk? Ez jó kérdés, köszönjük szépen. Igen, nagyon sokféle ember létezik itt körülöttünk, tisztább, kevésbé tisztább, vagy nagyon tisztátlanok, igen, az igaz. De hogyan kell látni, és nem csak szerzeteseknek, hanem mindennyiünknek egyféleképpen látni, amit Bhagavad Gita tanítja. Ugye Bhagavad Gita ez az életre való kézi könyvünk. Mindenkinek. És ezzel kezdi tanítást az első,
Nát evaham jatuna szám, nát vám nem egy sose volt olyan, hogy nem léteztél én, te vagy a többi király, és sose lesz olyan, hogy valaki közöttünk el fog megszűnik létezni. Ami a lelki természetre utal. A második következő rögtön, de hín azt mérni a tádehe, kaomárám, jóvarám, gyarátat, hát dehántára praptír, dhírasztátra nem ohjati. Ami arról beszél, hogy mindenki lélek, és lehet, hogy egyszer test így néz ki, vagy ilyen forma életet él valaki, állati testbe, fa testbe, hajléktalanon testbe, alkoholista, csodálatos, tiszta, úriember testbe, de ez mindenki lélek. És nekünk, mindennyünknek ez egy gyakorlat, hogy kell tanulni, látni egyszerre kettőt. Egyszer a testüket is látni kell, de a lelket is kell látni. És így mi tudjunk felnézni azokra, akik lelkileg nagyon emelkedettek, és együtt érezni azokkal, akik lelkileg el vannak eresztve. Ez egy fontos dolog. De hogyan ezt tudjunk csinálni? Hát a Maha Mantra segítségével, mert gyakorolni, látni lelkeket, ez nem olyan olcsó szórakozás, hanem az egy komoly gyakorlatok. Vannak feltételek, mit kell követni, mit kell kerülni az életem során, és hogyan tudok énekelni mantrát, ugye a gyapaláncon, ott majd kérünk az ágítól, az asszisztensünket, hogy hozzon a gyapaláncot. Ez nélkül csak szavak maradnak számunkra, köszönöm szépen, hogyha mi csak beszéljünk lélek, lélek, mindenki lélek, de nem fogok tudni változtatni viselkedésen, addig, ameddig nincs megvalósításom. És a megvalósítás, ez. Itt van a gyapalánc, és akkor, igen, ilyen kis gyapazsákban, és akkor mondjunk rajta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez a lelki gyakorlat, ez a mantra, ami segít rajtunk, tisztítja a mi tudatunkat, elménket, hogy megvalósítsunk. És akkor megváltozik, amikor megváltozik az én látásom, hogy ők lelkek mindannyian, akkor együttérzés lesz, amikor látom egy részeg, hajléktalan, aki alszik ott valahol, nekem fájdalmat fogok érezni a szívemben, hogy a szerencsén lélek ez ennyire elveszett, kell valahogy segíteni neki. De ez nem jelenti, hogy oda megyek, és mert nem biztos, hogy részeg érti valamit, de akkor neki adok valami szent dolgot, vagy mondom neki Hare Krishna, hogy akkor ő egy kicsit fejlődik. Vagy adok neki ételt, ami megszentelt ételt, prasádámot, és akkor itt segítek neki. Akkor nem akarok megölni. Na, megjelentek a kommentek, látod? De jó. Akkor majd tudjunk, ugye te vagy vezető, majd, hogyha van kérdések, tudsz itt olvasni nekünk. Cseltűntek. Aha, nagyon jó. Szóval így tudjunk állatokat is. Akkor, amikor lelket látsz, akkor te nem tudsz tűrni, hogyha valaki állatot bántja. Te mikor látod, mikor mész autópályán valahol, és akkor viszi egy nagy teherautó állatokat vágóhídra, kész vagy. Akkor teljesen, ez egy nagyon érzékeny pont. És ez, ami hiányzik, mivel nekünk most a test tudatban vagyunk, nekünk meghalt pont ez a képesség együtt érezni, érzékelni másokat. Mi csak magunkat érzékeljünk, de amikor látás változik, amikor lelkeket kezdünk látni, akkor kezdjünk egymást érzékelni. Na, akkor békes lég lesz a földben, a földön. Mert pont a háború, ez azért van, mert mi csak minket érzünk, és akkor miattat nem érzem magamat jó, elpusztítalak. De mikor látom lelkeket,
akkor engem fontos érezni, te mit érzel, és ez egy csodálatos érzés. Ez már mondjuk közel már, vagy mondjuk adja képesítést szeretni másokat. Mert most emberek, akik mondanak szeretetet, de megesznek a húst, az hazudnak saját maguknak, mert aki szeret, hát először a szeret, az azt jelenti, hogy együtt érző mindenkivel. És ő szeretni csak úgy lehet, hogy én mindenkiben látom egy lelket. Mert lelket szeretjünk, nem a testeket. És az őszinte szeretet az akkor lehet csak, amikor én mindenhol látom a lelket, és én nem tudok nyugodtan enni valami húst, és emellett most ez a darab hús, ez valakinek, akinek meg kellett halni, hogy én most így egyek valamit. Szóval, aki lelket lát, ez neki nem fér be, együtt érez, ő szenvedettől. Ezért ő így lát. Szóval így lehet látni, ezért nem lehet csak hajléktalanokra jól, igen, ők látjuk lelkek, és együttérzők, igazi együttérzés és igazi látás az egész világra kiterjed. Állatok, fák, akkor ember nem akar fát kivágni, csak úgy pazarolni. Semmit nem akar pusztítani, egy hangyát nem akar pusztítani a világba. Ez egy harmóniát fog eredményezni a kapcsolatokba, meg emberek között együttérzés és jó, stabil kapcsolatokat. Köszönjük szépen. Érkezett egy kérdés, ami igazán önhöz szól, az ön szubjektumára kíváncsiak. Utazó szerzetesként biztosan sok emberrel találkozol és beszélgetsz. Olyanokkal is, akik nem a te értékrended szerint élnek. Hogyan tudsz empátiát érezni mindenki iránt? És ez itt kapcsolódik az előző kérdésünkhöz. Ez jó kérdés. Köszönjük szépen. A probléma nálunk sokszor az, hogy nekünk vannak elvárásaink, hamis elvárásaink, és mi akarjunk, hogy mindenki teljesítsen az én elvárásaim, aszerint cselekedjen, éljen, ahogy én elképzeltem. És ez egy probléma. Akkor igen, akkor nem lett empátia, akkor ellenség. Hogyha valaki nem így csinál, ahogy én, akkor pókolba mély szenvedni fogsz. De akkor lehet, hogy én hamarabb megyek pokolba, hogy ezt csinálom másokkal. Miért? Mert nekik, minden embernek joguk van azt csinálni, amit csinálnak. Ez az első. Amikor én utazok és látom, hogy valaki más csinál, és rossz dolgokat csinál, nem baj, mert neki joga van. Nem én határozom meg, nem én ítélhetek meg, hogy ki mit csinál, és akkor már engem nem zavar. Hogyha én találkozok bárkivel, és nem így él, ahogy én gondolom, vagy én élek, nem zavar, mert én nekem nincs ez az elvárásom tőle. És nem, akkor nincs csalódásom felé, és ő is érzi, nem nyomom, és érzi, hogy mellettem ő megkapja azt a jogat, hogy azt, amit csinál, azt csinálhat. Az most ez jó vagy rossz, ez egy másik kérdés, lehet, hogy rossz, de mindig nekünk engedni kell. És ilyenkor, mikor első, hogy akkor nekem nincs ez a hamis elvárás emberektől, és gyakorolok látni lelkeket, akkor én csak látom, hú, igen, ez a szegény lélek most egy kicsit el van, hogy mondjuk eltért, nem mondjuk, hogy eltévedt, lehet úgy is mondani, eltévedt, amikor már valaki nagyon, de valaki ezt eltért a lelki útjáról. Nem baj, akkor én próbálok velük egy, nekem ez egy jó gyakorlat, milyen emberekkel egy pozitív kapcsolatot teremteni, és az ő szintjükön megadni valamit. Hogyha nem értékelnek mondjuk a tanítást, amit én szoktam közvetíteni, nem én tanítok, én csak közvetítem, továbbítom, amit én tanulok, de hogyha őket nem érdekel, akkor megnézem, mi az, amit őket érdekel, és ezt próbálok nekik adni, hogy legyen egy jó kapcsolatunk. Az, hogyha csak egy szót megmondom neki, megdicsérem, hogy mivel ő egy lélek, emberi testben van, akkor ő egy jó személy. Mert mindenki jó, mindenki csodálatos,
Csak néha, mint a gyerekek, anya tudja, mind a gyerekem jó, csak most egy kicsit rosszalkodik, toporzékodik, hisztizik, de amúgy nagy vonalakban jó gyerek. Mindenki Isten gyereke, mindenki jó, és ezt kell látni, hogy lelkek. És lehet, hogy neki több szüksége van, mert miért ez a lélek rosszat csinál, bűnöket követi? Azért, mert neki hiány szeretet van, neki traumák voltak, neki nagyon nagy problémái vannak a belül. És ez egy nagyon nagy egyetérzés lehet érezni, és ezért ilyen embert akarsz egy kicsit támogatni pozitívan, egy pár jó szót mondani neki. Így. Megint a jó mondtál, hogy előző kérdéshez szól át, mert csatlakozik ez a kérdés, mert nekünk az első, hogyan látjunk többieket. És a látás, ez. Igen. Jó? Van, aki többet is kérdezett egyszerre. Martinától egy egész kérdés csomag érkezett. Az első kérdése az az, hogy hány élete van egy embernek? Sok vélemény van, de nem mindegyik vélemény igaz. Ugyanúgy, mint Budapestre, vagy sok út van itt Szombathelyen, de nem mindegyik vezet Budapestre, hanem valamelyik vezet Ausztriába. Ugyanúgy vannak vélemények, hetedik életem van, nyolcadik életem van, háromadik életem van, ez mind spekuláció, ez egy az egybe, nem szabad vakon elfogadni, hanem sok életünk van, addig annyi életünk lehet, ameddig nem tudjunk önmegvalósítani magunkat, felvilágosodni, hogy mi lelkek vagyunk, és visszamenni lelki világba. Addig itt fogunk maradni, és születni lehet állati egysejtőbe, emberi testbe, ember fölötti vannak élőlények, akik intelligenciailag magasabb rendűek, mint az ember. Több millió, hát 8 millió 400 ezer faj létezik a Földön. És nagyon sokszor közöttük már ez többször megjárt. Ha akkor vége lesz, nem a Föld, hanem egész anyagi világnak a születésünknek, amikor mi megvalósítottunk, lelkek vagyunk, és felébredt Isten irányi szeretet. Na akkor lehet vége minden karmának, de akkor nem lesz vége a boldogságnak. Itt nagyon fontos, hogy a boldogság az megy tovább. Mert akkor van Istennel szeretett kapcsolatunk, viszonyunk. Nem úgy fogunk felhőnülni ketten Istennel, és akkor Halloweenbe vagyunk, zsákruhába, zsákvászonból, hanem ott van a mi otthonunk eredetileg, mi onnan jöttünk, és akkor vannak a rokonaink, van Isten mi személy, mint a legszebb, legjobb barát, legcsodálatosabb személyiség, és akkor vele vagyunk ott kapcsolatban. Amikor ezt felébresztjük megint magunkba, mert ez volt, onnan jöttünk, amikor felébresztjük, akkor befejeztünk itteni a szamszárát, vagy végtelen ez a körforgalmos születés, halál, reinkarnáció és a karma, mindent. Szóval így. De életünk, rajtunk függ, mennyi lesz itt életünk. Több millió, több milliárd élet is lehet. Vannak lelkek, amik mindig megkeresik egymást és összetartoznak? Mindig? Ez mit jelent most? Minden nap megkeresünk egymást, férfeleség összetartoznak, vagy a következő életükbe? Mi a kérdés? Hogy minden életben. Minden életben. Előfordulhat, de hogyha engedi a karma, akkor igen. Valamikor nem, hiába keresnek egymást, hogyha karma nem engedi, akkor nem tudnak újra találkozni. Van olyan, amikor én vagyok egyik a férj, másik a feleség, következő életben születnek, és fordítva lesz. Úgy valamikor úgy is lehet, hogy a nagyapa meghalt, és két hónap múlva kaptunk egy kutyust,
és lehet, hogy nagyapa lélekbe lekerült ebbe kutyusba. Annyi sok variáció lehet, de inkább arra számítsunk, amit a nagy vonalakban Védan mondja, ez egy ilyen fölösleges dolog, hogy mi most, jó, akkor én most akarok újra találkozni valakivel következő életben. Erre pazarolni az energiát nem jó, mert inkább arra mondják a Védák, hogy mint a két szalmaszál van a hullámok az óceánban, és akkor valahogy egy pillanatra találkozik két szalmaszál, következő hullámmal elválnak, és mi esélye van még egyszer találkozni? Semmi. Akkor inkább így működik többször, mint hogyha találkozunk. És ez a probléma, és ez a fájdalom, hogy nekünk mindig halálkor el kell veszítsünk valakiket, akit szeretjük, akik hozzánk tartoznak. De aki intelligens ember, ő azt fog mondani, nem akarok többet átélni ezt a fájdalmat. De hogyha nem akarod, akkor önmegvalósítás a megoldás. Mert amikor valaki visszakerül a lelki állapotba, ott van nekünk öröki hozzánk tartozók, sose fogunk elveszíteni őket halállal, mert nincs halál, nincs betegség, és mindig együtt lehetünk. Ez csak ebbe a világba minden változó. A lelki világban minden állandó. Rajtunk múlik. Oké? Kapcsolódik ehhez a kérdéshez a következő. Miért vannak olyan személyek, akik megjelennek az életemben, terelnek egy bizonyos úton, majd eltűnnek? Hogyha én megyek az úton, és minden irányba tudnak terelni, nem, hogyha most átgondoljunk egy kicsit, nekem is volt, amikor másik irányba is próbáltak terelni, szerencsére megálltam, mert ez is egy próbáltatást. Voltak olyan személyek, akik tereltek, próbáltak, még ilyen 10 éves korában. Aztán én, mivel jó, nagyon-nagyon jó, hogy megálltam, mert utána pár hónap múlva már bíróságban láttam őket, és mentek börtönbe, szóval ott is terelnek. Mi használjuk a intelligenciát, kit követjünk. És nekünk vannak lépcsőfokok, ember először többség tudatszinten, a testszinten van, annamája. És akkor arra, hogy a lelki szintet megkapjam, az nincs kapacitás még az elmébe ezt megérteni. És ezért jön valaki, aki engem terel egy következő szintre, a pránamája mondjuk, ez az egészség szintre. És akkor ő megteszi a saját feladatot, eltűnik. Aztán fog jönni egy másik ember, aki kicsit magasabb a lépcsőfokra terel, még addig, ameddig nem találunk egy lelki tanítómestert. Mert lelki tanítómestert, ő már végig fog vinni minket egész önmegvalósítás szintig, a Isten irányi szeretet szintig, prema bhakti szintig fog minket terelni. Addig mindig lesz más. De valamikor a lelki tanítómester is tud mondani, jó, akkor most menj ehhez a tanítóhoz, tőleg ezt tanuld meg. Akkor egy darabig ott vagyok, te ne visszajövök, akkor mondja, jó, akkor most ehhez menj, tőle ezt tanulj meg. Szóval ez egy normális dolog, mint iskolába. Ugye az első, nem tudom most Magyarországon hogy van, de nálunk első 3 osztályban egy tanár volt. Összes tantárgyra. És akkor ő 3 évig ő volt egyedül. Amikor elérte velünk egy szintet, terelte, akkor elindultunk a másik osztályba, 4. Ott más tanárok voltak, ő valameddig ők vitték. Utána átmegyünk másik iskolába, ott már másik szintről további szintre terelnek minket. Ez természetes. Ez minden szinten van, ez jó. Csak mindig lássunk, hogy hova kell menni, és intelligenciát használjunk, mert néha próbáltatás jön, mikor jönnek negatív személyek, és a degradáció felé is fognak minket terelni. Megyünk-e mi utánunk, vagy nem megyünk, azon múlik, mennyire erős az intelligenciánk. Mi a véleménye a vallási párhuzamokról? Mi az igaz hit? Igaz.
Az igaz, ez a Srila Prabhupada, aki a mi lelki tanítőmesterünk, az önmegvalósítás tudomány könyvébe, aki most nézi, tegyitek lájkokat, aki már olvasta, nem, aki nem olvasta önmegvalósítás tudományi könyvet, lájkoljátok, aki olvasta, szívecskét rakjátok. Itt látjuk, itt van előttünk a képernyőt, ma fogunk mindjárt látni. És ő ott válaszol, hogy van hamis vallások, és van hiteles vallások. És a hiteles vallás és a hamis vallástól úgy lehet megkülönböztetni, azok, akik nem olvastak, már jönnek a lájkok, nagyon a szívecske, aki olvasta, írjátok kommentekbe, aki szeretne egy ilyen könyvet, küldjünk nektek. És azt mondja, hogy az a vallás, ahol Istenről beszélnek, Isten szeretetről, ez egy hiteles vallás. Ahol beszélnek valami ezotéria, varázslat, energiák, az hamis vallás. Mert Isten a lényeg. Szóval így lehet megkülönböztetni a vallásukat. Martin, a kérdése még szintén, hogy miért szükséges nagy esetben lemondani a modern világban lévő javainkról? Mit jelent, hogy lemondani, ez is egy fontos, ez nagyon jó kérdés, mert sokszor mi nem értjük, hogy ezt miért kell lemondani, vagy ezt miért kell csinálni. Lemondani mindenről kell, amelyik lassítja az én önmegvalósításomat, megvilágosodásomat, akadályozza a lelki utamat. Na azokról le kell mondani. Minden, ami segít, az nem kell elmondani. Például most mi nagyon modern technológiát itt használjunk, látjátok, ez segít? Ez most segít? Hogyha mi most csak egy ilyen valami ilyen kocsmai bulizásról beszéltünk volna, ilyenkor mondjunk le ezekről az elektronikai modern dolgokról. De hogyha mi ezt le tudjunk foglalni, akkor mi már lemondtunk. Szóval a lemondani az azt jelenti, hogy lefoglalni, hogy segítsen nekem fejlődni. Ez lemondásnak nevezni. Másképp, hogyha mondjuk ez a technológia tud segíteni nekünk most fejlődni, de én most nem csinálok, ez minden illúziót teremt, akkor ez a pálgóvarágja úgy érte. De ez a hamis lemondás. Ugyanúgy például, hogyha én akarok elmenni mondjuk Krisna völgybe lelkileg feltöltődni, tehát a vonat, ez is egy modern dolog, vagy autó, nem, ezek le kell mondani, ez butaság. Ez a pálgóvarágja, ez a hamis lemondás, mert lemondtam arról, ami nekem segít fejlődni. De akkor én inkább felülöm a kocsiba, beülöm, és elmegyek a lelki dolgokra, vagy Krisna völgybe, egy fesztiválra, hogy lelkileg feltöltődjek. Vagy használjuk internetet, hogy megnézem tanításokat. És a lemondás pont az, hogy nem a butaságot nézem, hanem a hasznos lelki felemelő dolgokat nézem, akkor ez a lemondás. Ez a mi lemondásunk a modern technikáról, hogy csak arra használjunk, ami segít nekünk előre jutni lelkileg. Akkor mi lemondottak vagyunk. Köszönjük. Kérdeztek az álmokról is. Mi a helyzet az álmokkal? Elég érdekes dolgokat álmodok. Kell vele foglalkozni, vagy engedjük el? Ne tulajdonítsunk neki sok jelentőséget? Ezt Linda kérdezi. Köszönjük, Linda, a kérdést. Úgy magyaráz a védikus tudomány, akkor Bhagavad Gita, Daivihi és a Gunamai, hogy ebben a világban a lélek a illúzióban van. Mi már testbe vagyunk, és mi gondoljuk, hogy mi testek vagyunk, mi már álmodunk. Álmodunk, hogy ez az én otthonom, ez az egész eredeti életem, én vagyok a Linda, ez már egy álmodás. A lélek már
nincsen ébren, mert ébren lélek, aki pontosan, világos, tudatos, hogy én lélek vagyok, mindenki lélek, és ez a világ, ez nem jó, nem lehet fenntartani boldogságot, mert mindig van karma. Na, ez már kezd ébredni az emberen, ki ezt látja. Szóval mi álmodunk már így is, már benne vagyunk illúzióban, mert úgy mondják, hogy mája, illúzió. Illúziója az, hogy nem az illúzió, hogy most mi nem vagyunk, mi csak gondoljunk, hogy itt vagyunk. Nem, mi itt vagyunk. De illúzió, hogy gondolni, hogy én ez a test vagyok, ez az illúzió. És általában ezt gondoljunk. És utána még elalszunk egy másik, mélyebb dupla illúzióba. Hogy lehet? Mert most mivel már most illúzióban vagyunk, nem tudjuk megoldani az életünket. Csak felvilágosodott ember, aki nincs illúzióban, ő tud megoldani az életet. Akkor duplázunk az illúziót álmokba, és ott oldjuk meg az életet. Hát ez nonsense. Inkább ne álmokba, szóval ne próbáljunk vastagítani az illúziót, dupla illúzióba menni, hanem inkább ébredjünk fel. Megint a lelki gyakorlatokkal, a mantra éneklésével, hiteles tudás által ébredjünk fel illúzióból. Álmok nincsen sehol a védikus írásban írva, hogy na, merül be az álmokba, akkor mindjárt felvilágosodsz. Nem, akkor még jobban elalszol. Ez a szóval inkább tanuljuk meg ébren lenni. Ébren lenni tudatos. Ez az ébren, ez a tudatosság. Köszönjük, István kérdésével folytatnánk. A gurukról kérdez. Engem érdekelne, hogy az interneten rengeteg guru videója megtalálható, Szadguru, Maharishi, Krishnamurti, stb. Ezek az emberek hiteles tudást adnak? Gondolok itt még például Mujira, Eckhartra, Tollera és a többiekre. Nem. Hiteles. Nem teljes tudást adnak, és ezért nem hiteles. Mert ők beszélnek, a tudások, a tanítások különböző kategóriára. És nem pont a nevekhez akarok most mondani nektek, hogy ezek a nevek hamisok. Én megmondom az elvet, és ti használjátok a ti intelligenciátatok, és ti döntsétek el, kinek a tanítása hamis, jó? Fontos, mert itt nem a személyre akarok koncentrálni, meg kritizálni, hanem az elv. Amikor valaki tanítja, hogy egyik kell válni, nirvána, meg kell, hogy álljon a gondolatunk, olvadjunk szét, vagy olvadjunk össze Istennel, az Istennek a fényébe, vagy Isten ez a fény, olvadjunk bele oda, akkor minden mindegy, te vagy én vagyok te. Ezek a tanítások hamisok. Mert nem adnak teljes és tiszta képet, és igazi képet a világra. Az a tanítás, ahol mondják, Isten, Istenség legfelsőbb személyisége. Ő az Isten. Krishna, Vishnu, Narayan, Nrisimha, több neve lehet. Góra, Chaitanya, lehet több név, nem probléma, de ő Isten egy személy. Én és mi mindannyian lelkek vagyunk, és a legmagasabb szint a fejlődésbe a embernek, a jógába, az, hogy megvalósítani, hogy én nekem milyen kapcsolat van Istennel, szeretetes kapcsolatom, akkor lehet szolga kapcsolatban lenni, baráti kapcsolatban lehet Istennel, akkor szülei kapcsolatban lehet, és a szerető kapcsolatban lehet, és az a lelki tanítómester nélkül nem tudjuk elérni, csak lelki tanítómester által, és a szeretet, a személyes Istennel, ez a tanítás legtisztább forma a tanításnak, és ez az eredeti hiteles tanítás. A többi az ködösítés. Mert a boldogság az embernek, ezt nem szétolvadni, beolvadni, nem gondolni semmire,
mert nem tudjunk nem gondolni semmire, egy darabig tudjunk, de utána fel fogunk robbanni, ez nem fog működni, hanem ami fog működni, ez a aktív lenni mindig, mert lélek mindig aktív, viszonyunkban, kapcsolatban, szeretett kapcsolatban Istennel. Ez a helyes tanítás. És azok a guruk, akik erre ezt tanítják, azok hitelesek. De még egy hitelességhez még kell, hogy legyen lelki tanítómester láncolat. Mert sok ember már így beszél, látom interneten már kezdenek rájönni, hogy nem működnek azok a dolgok, és kezdenek beszélni akár, amit én is itt mesélek. Csak ők nem tartoznak sehova. De a Kripa Shakti, vagy Svarupa Shakti, ezek a Istennek a belső energiája, az kell, hogy áramoljon, mert akkor én akkor fejlődök, hogy kapok ezt az energiát, hogyha kapok. És Istentől jön egyik felhatalmazott személyhez ez a tanítás lelki energiával együtt, őtőle másik gurútól, másik gurú, és akkor mindegyik gurúból lesz egy, mindegyik gurúnak a tanítványa, egy idő múlva fejlődik a tanítványa, ő lesz a gurú, és amit kapott saját gurútól, ez átadja a saját tanítványnak, és akkor mai napig van a láncolat. A Srila Prabhupád, ő tagja ennek a láncolatnak, ezért ő hiteles. És azok a személyek, akik tartoznak Srila Prabhupádhoz, ők is hitelesek. Szóval ez a fontos, hogy nem, mert ez is lehet, amikor interneten nekünk írnak, okoskodnak, és lehet, hogy jó dolgokat, akkor nézzük meg, hogy ő csak önmagában egy ilyen oázis a sivatagba, ami ki fog száradni gyorsan. Miért? Mert nincs potencia. Nincsen csatlakozva a láncolatra, ahol ő kapja felhatalmazást, hogy hatással legyen az emberekre, lelkileg hatása, mert ő keresztül áramlik ez a Kripa Shakti, Svarupa Shakti, ez a belső két energia Istentől. Hogyha nincsen, csak önmagában valaki okoskodik interneten vagy valahol, az csak el fog száradni, ez a levél, ami letéptünk a fáról, az le fog olvadni, vagy sorvadni. Szóval tartozni a levélnek, a fán kell lenni, és a gurúnak kell tartozni a fához, a lelki fához. Köszönjük. Krisztinának is volt egy érdekes kérdése. Mi van azokkal, akik ideje korán, azaz fiatalon vagy gyermekként halnak meg? Akik fiatal korában, gyerekkorában halnak meg, nincsen véletlen dolgok, nincsen ártatlan dolgok, meg senki nem születik ártatlanul, mert folytatja az előző életét. És mi van azokkal, akik anya méhébe halnak meg? Akiket anya megöli? Hát ez az anya, aki megöli a gyerekét a méhébe, ő is ugyanúgy fog meghalni. Szóval az a gyerek, aki anya méhébe halt meg, mert megölték, ő már ugyanúgy megölte valakit a méhébe, abortuszon. És a halál, mindegy mikor hal meg, gyerekkorában, csecsemőkorában vagy öregkorában, ez minden egy előző tettünknek a következménye. Szóval sose kell látni egy kis szakasz egy élet belül, mert lehet mondani, hát ez a kisgyerek még nem bántotta senkit. Ez egy kisgyerek még olyan tiszta, miért kell meghalni? Sajnálni kell, együtt érezni kell, szóval nem kell lenni ilyen rideg, hideg, ez nem egészséges. Szóval nem kell túloldalra, jó, hát megérdemelte. Szóval nem mondhatjunk ilyet, együtt érezünk, de tudjunk, hogy nem tiszta lappal kezdődik ez az élet, mert van mögötte több élet, és sajnáljuk, hogy olyan hibát követel, hogy most ilyen hamarabb kellett meghalni, és együtt érzünk a fájdalmat, mivel szülőket is, ezért pont ez a lelkeket látni, figyelni másokra, koncentrálni, érezni, akkor mi tudjunk, hogy milyen nagy fájdalom a szüleiknek, és próbáljunk támogatni őket. De nem csak sajnáljunk őket, de együtt ér részvételem, hanem próbáljuk meg egy kis tudást adni, hogy ilyen az élet, és hogy vannak visszahatások.
És nekik ez egy karma a szülőknek, hogy ilyen élményt kellett átélni. Mert valakinek ők ilyen élményt már okozták. Szóval az a karma csoportosítja. Az a gyerek, akinek a lélek, aki gyerekkorában kell meghallja, ő olyan szüleiknek fog megszületni, akiknek ezt jár. Meg kell, nekik is jár. De ettől még mindig nem úgy kell, hogy utána oda megyek a szülőkhöz, tudod, képzeljétek el, meghalt a kis drága csecsemő, mennyire fáj, és oda megyek hozzá, mondom, hát mit akarsz, hát ez jár neked, bűnös vagy. Nem így kell csinálni, de így kell látni, igen, de egyszerre kettő. Nekik a fájdalmat kell érezni, és látni az igazságot, és hogyha készen vannak, akkor mondhatjuk, ha nem, akkor ne bántsuk őket, ha akkor csak támogatjunk őket, miben tudjunk segíteni, együttérzéssel és a többet. Mert Bhagavad Gita azt mondja, ha bár te többet látsz, hogyha bölcs vagy, de nem zavarsz meg azokat, akik nem képesek még, nem éretek még erre, akkor ne zavar meg őket ezzel a tudással. Szóval nem kell, ez is egy probléma, amikor ember elkezd, ő még nem érett, de tanult dolgokat, és elkezd, hogy mondjuk, nem is válogatja senki sem, és mindenkinek mond olyan dolgokat, végül csak káoszt teremti. Nem. Szóval nem kell mindenképpen igazat mondani mindenkinek, mert még lehet elmenni ilyen pokolba. Az igaz mondóknak van egy pokol. Őket is ott kinyírják, kiforják ezzel az igaz mondással. Szóval nem, mi emberek között vagyunk, és etjék megint. Látni kell, hogy mi történt, hogy ők igen, hogy nem véletlenül kapták ezt az élményt, nem véletlenül ez a gyerek halt meg, de hely, idő, körülmény, a reagálni kell úgy, hogy támogassunk őket. Mert? Miért? Mert lehet, hogy ők megkapjunk tőlünk támogatást, hogy mi együtt éreztünk és valamit segítettünk, akkor jön a bizalom, és majd később lehet, hogy egyszer elmondjuk nekik, hogy működik, és ők boldogik lesznek. Szóval inkább így, ne kezdjünk bántani az igazsággal embereket. Mert nem, szóval ez hely, idő, körülmény megint, hogy mikor, hogyan, kinek, hol mondhatom dolgokat. De nagyon sok ember ez nem érzés, hogy néha nálam ott a YouTube-on is írnak kommenteket. Ez nagyon látszik, szóval látszik, hogy ő nagyon okosnak akarja mutatni magát, de káosz, amit szóval nem odaillő dolgokat mond. Nem baj, szeretjünk, és hagyd legyen a véleménye, elfogadjunk az ő véleményét is, mert örülünk, hogy van saját véleménye, de ugyanakkor elárulja embernek a szintjét, és nem baj, hogy elárulja a szintjét, mert nem ítélünk senkit, nem azért elárul, és akkor most akkor kiderült, milyen szint, akkor milyen rossz ember, nem, mindenki jó, szóval nem azért mondtam, hogy elárult, és akkor most ki hol van, én sem vagyok nagy szinten, de nekünk meg kell tanulnunk ezeket. Egyszerre mélyebben látni dolgokat, mellette érezni másokat, és tudni, hogy kell viselkedni, mikor, hogy. De ez a lelki érettségünk fog nekünk segíteni. Jó? Nagyon szépen köszönjük a válaszokat. Ez alkalommal sajnos ennyi kérdés fért bele az időnkbe, de következő alkalommal várjuk a kérdéseiteket, illetve a maradék kérdések is majd előkerülnek azon alkalommal. És Bhakti Paddást megtalálhatjátok a YouTube-on is, több mint 700 videója van már a YouTube csatornáján, kövessétek bátran, és itt Facebookon is lájkoljátok. Köszönjük szépen a figyelmet, következő alkalommal találkozunk. Hare Krishna! Köszönjük szépen! Hare Krishna!